Köszönöm szépen, hogy ide. Beszélgetünk egy újabb hazai 1-1-es mérkőzés után. Azért a gól előtti pár perc, meg utána a meccs végéig ott azért tényleg sikerült a kapuja elé szegezni az ellenfelet. Adódik a kérdés, hogy ezt miért nem lehet állandósítani hosszabb periódusokban? Igen, csak azért, mert oda szegezzük az ellenfelet a kapuja elé, azért még pontokat nem adnak. És sajnos ma megint vesztettünk 2-t. Érthetetlen számomra, hogy egy vasárnapi mérkőzés után szerdán mi változik 2 nap alatt, amikor próbáljuk a lehető legjobb edzéseket vezényelni a játékosoknak, hogy frissek legyenek, fittek legyenek. Mindenki természetesen friss és fit, és nem az akaratot kérdőjezem meg, de nekem az a hallatlan győzni akarás, amit én próbálok sugározni az öltözőben, azt nem érzem jó néhány játékoson. Természetesen tisztelt a kivételnek, mert azért vannak játékosok, akik megpróbálnak mindent megtenni. Van egy olyan, most már periódus, hát 6 forduló elment. Andalgunk itt a mezőny után, ugye most is, ha nyertünk volna, nem tudom egyelőre mik az eredmények, de szerintem biztos, hogy jóval följebb tudtunk volna lépni a tabellán, mint ahol most helyezkedünk el. Próbáljuk itt megfejteni itt a dolgokat, hogy mi lehet az oka ennek a fordulatnak. Ugye az nem titok, meg mindenki látja, hogy itt ellenünk mindenki védekezik, mindenki talán arra játszik, hogy 1 pontot valahogy megszerezzen. Mi mindig megadjuk azt a lehetőséget, elkövetjük azt a hibát, amiből ugye akár vezet az ellenfél, vagy akár egyenlíteni tud. Hát ezeket kell kiküszöbölnünk, és akkor talán tudunk nyerni 1-0 itthon egy ilyen mérkőzésen. Én most is azt mondom, hogy sokkal több mozgás kell, sokkal több minőségi futást kéne belevinni a játékba, mert akkor tudunk eredményesek lenni, és ezt már szerintem többször bizonyította a csapat az én regnálásom alatt, hogy igenis meg tudja ezt oldani. Próbálunk erre törekedni, hát a játékosok se ugrálnak most természetesen örömükben, ahogy én sem, de hát most egyetlen egy van, hogy nyerni kell hétfőn Győrbe, hogy milyen áron, az teljesen mindegy, taknyon nyálon csúszni kell, és haza kell hozni 3 pontot.
az segíthet, hogy talán a Győr egy fokkal játszóbb csapat, mint mondjuk az Ajka vagy a Kazincz Barcika, ez feküdhet nekünk, vagy azért gondolom itt elég jól feltérképezik egymást a csapatok. Hát így van, mi is nézzük őket húzamosabb ideje, hát az majd a mérkőzésen derül ki, hogy a nyílt sisakos játék az kinek fekszik jobban. Erre most nagyon nehéz válaszolni, mert nem tudom, hogy egyáltalán a Győr fölvállalja a támadó futballt. Ha jól tudom, akkor ők is talán x-eltek most az utóbbi időkben, ő se remekelnek. Hát én nem szeretnék úgymond vészjósló lenni, de nem hiszem azt, hogy ők most itt ellenünk kard ki karddal fognak játszani. Szerintem valami hasonlóba fogunk beleütközni, mint ami hétről hétre van. Ennek próbáljuk az ellenszerét, de én úgy gondolom, hogy nagy csodák nincsenek. A szélen vezetett támadások, az egy-egy elleni játék, mind védekezésben, mind támadásban, az mindig előre tud vinni egy csapatot, és természetesen a beinduló játékosok. Én úgy gondolom, szerintem a Mourinho se tud enni nagyobb csodákat. Tehát labdabiztosnak kell lenni, mozgásba kell lenni, állójátékost a legkönnyebb leszerelni, meg aki hátul van az ellenfél kapujának. Azért érdekes, hogy furcsa a helyzet, mert azért a kulcsjátékosokat nézzük, tavaly is ezekkel a srácokkal dolgoztál együtt, és azért mondhatjuk, hogy többségében ott jól sikerültek a mérkőzések. Gondolom, hogy ezeket a kérdéseket teszed fel magadnak is, hogy most miért nincs meg ez a... az az összhang, ami kell ahhoz, hogy jó útra térjen a csapat. Hát most az, hogy az összhang nincs meg, azt így nem mondanám teljes mértékben. Talán annyi, hogy jó lenne, hogy azokat a játékosokat, akiket például igazoltunk a két szélére, ugye itt gyors játékosként apostrofálva, akár egy Szedlár Zolira vagy Tóth Lacira tegyek említést, hát sajnos ők sérültek, nem tudom esetleg úgy változtatni a csapatot jelen pillanatban, hogy az egyik mérkőzésen egy gyorsabb, dinamikusabb, a másikon egy labdabiztosabb kezdő 11-et küldjek fel a pályára. Hát keressük a megoldást, de most ez a kerete áll rendelkezésre, de én még mindig biztos vagyok abban, hogy el fogunk innen mozdulni, kilépünk ebből a tendenciából, és szerintem a srácok is ugyanezt akarják. Zárjuk egy pozitívummal, azt hiszem ez talán az egyetlen az Daróczi gólja volt, és egyébként is én úgy láttam, hogy ő nagyon jól bátran szállt be a játékba, az nem is kérdés, hogy ő a 19 éves játékos rúgja a szabadrugásokat? Hát a Darónak rendkívül jó a rugó technikája, én ezt szerintem már az öltözőben is kivívta magának azt a respektet, hogy odaengedik a srácok, ezt edzésen is bizonyította. Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy lehet, hogy ő volt az a bátor, aki oda mert állni ehhez a labdához, mert ha jól láttam, akkor egyedül maradt ott. Teljes mértékben oda van adva bizonyos játékosoknak, de volt, aki most azt mondta, hogy esetleg inkább rúgja ő. Hát hála Istennek azért ez legalább jól sikerült. Köszönöm szépen!